Az aszály okozta károk Észak-Bácskában 10 és 90% között mozognak. Legjobban a kukorica károsodott, de más haszonnövényeket sem kímélt meg a hosszantartó meleg és a szárazság. A földművesek azt mondják, már egy kiadós esőzés sem mentené meg a termést. Az elemi csapást ki kell hirdetni, csak nem tudom azzal, mit kapunk. A mezőgazdasági minisztériumnak, amint megalakul a kormány, helyzetrendező lépéseket kellene tennie. Adósságok terhelnek bennünket, mert bankkölcsönt vettünk fel a tavaszi vetéshez és a géppark felújításához. Az állami földek bérletét is jó lenne meghosszabbítani egy évre. Nehéz lesz, mert közeleg az őszi vetés, miközben a mostani károkat 2 milliárd dollárra becsülik. Amikor baj van, csak akkor látjuk meg, mit jelent az országnak a mezőgazdaság. A földművesek azt mondják, idén nem lesz termés. A szabadkai helyi önkormányzatban tisztában vannak a helyzet súlyosságával. A földművesek követelése, hogy az aszályt nyilvánítsák elemi csapásnak, jogos, azonban nem tudni, mennyit segíthet az önkormányzat. Szabadkai városi budzsett az nagyon kevés lesz ehhez a mértékű természeti csapáshoz. Tehát ahhoz, hogy az emberek valamilyen módon átérjék ezt az évet, meg talán ugye a jövő évre legyen valamennyi kis pénz a beruházásokra, ahhoz én biztos vagyok benne, hogy elkerülhetetlen, hogy természeti csapássá nyilvánítsuk. A Szabadkai Földművesek Szövetsége az önkormányzati vezetőségeket arra kérte, hogy mindenki tegye meg a szükséges lépéseket a saját területén. A többi mezőgazdasági egyesületet pedig arra ösztönözte, hogy a területükön illetékes önkormányzatoknál követeljék az elemi csapás kihirdetéséhez szükséges intézkedések megtételét. Eddig csak a gyümölcsösökben volt katasztrofális a helyzet, a tavaszi fagynak köszönhetőleg, de a napoktól kezdve azt hiszem, hogy a kukoricák és a többi kultúra is 100%-os kárt fog szenvedni. A Földművesek Szövetsége a köztársasági kormány megalakítása után tárgyalni fog az illetékes minisztérium képviselőivel, és együtt keresnek majd megoldást a szárazság okozta károk enyhítésére.